Nagyon sok lehetőséget végigjártunk, hogy hogyan tudnánk biztosítani a helyieknek az utazást. Próbáltuk először megoldani, hogy az SAD-nak adnánk valami támogatást, és ők indítanának járatokat, de igazán semmelyik alternatíva nem volt olyan, ami anyagilag megoldható lett volna. Nagyon sokszor nem állandó járatról van szó, hanem időközi járatokról, vagy ad hoc jellegű járatokról van szó, amit ez a busz majd szolgálni fog. Ezért jutottunk el majd egy másfél éves lehetőségkeresés után oda, hogy a legegyszerűbb megoldás az, ha kírja a falu a közbeszerzést egy buszra, és mi pedig ugye megkértük az SAD vezetőségét, hogy mindenképpen tegyenek ajánlatot, és valami jó árat biztosítsanak a falu számára. Ahogy igazgatóra elmondta, éppen felszabadult egy ilyen autóbusz, ami a vajkaiaknak az igényeit kielégíti, mi pedig az összegbe, ami kb. 18 ezer euró, 10 ezer eurót tudunk bevállalni, úgyhogy a megye 10 ezer euróval segíti majd a községet, dotáció, támogatás formájában, hogy ezt az autóbuszt meg tudja az SAD-tól vásárolni. Nyilván valamifajta híd lenne a megoldás, ami átszelni a jelen pillanatban a víztározót, de hát ez egy nagyon nagy projekt, ami messze túlmegy a megye lehetőségeim belül, ehhez kormánynak, sőt kormányoknak kellene együttműködni, esetleg Európa Uniós forrásokat találni. Természetesen, hogy mi ebben partnerek lennénk, de még egyszer mondom, ez nem a megye feladata. A mi feladatunk az, hogy a lehetőségek szerint segítsük az embereket a mi hatáskör és mi pénzügyi kereteinken belül. Örülök, hogy Vajka a polgármesterével és önkormányzatával ilyen jó kapcsolat alakult ki, hiszen korábban is támogattuk már a hasonló jellegű közlekedésügyi problémáikat több tízezer euróval, most pedig kapnak egy szép autóbuszt, ami használható lesz, és úgy használják, ahogy nekik megfelel, ahogy az ő igényeik vannak, senki máshoz nem kell alkalmazkodni, ennek külön tudok örülni.